Ezek a felvételek a korábbi évek egyikén készültek egy szombathelyi tájékozódási futóversenyen. A versenyzők egy számukra ismeretlen pályán haladnak, ahol a térképen megjelölt ellenőrző pontokat kell meghatározott sorrendben elérniük. Ez a sportág a futás mellett térképolvasási, terepazonosítási, útvonalválasztási feladatokat ró a résztvevőkre, vagyis a jó eredményhez nem elég a megfelelő fizikai állapot. Szeptember közepén Gyulán rendeznek majd egy ilyen versenyt, ennek jelenleg az előkészületei folynak. Tájékfutó verseny még nem volt Gyulán, konkrétan bent a városban. Kint a város erdőben már volt erdei futás, de városi futás még nem volt. A gyulai belvárosban rövid távot futnak majd a versenyzők 3-4 kilométeres pályákon 10-20 pont érintésével. A hagyományos futóversenyekkel szemben érdekesség, hogy itt a sportolók nem egy irányba mennek majd, hanem össze-vissza, mindenki a saját útvonalán, adott esetben akár egymással szemben. Szeptember 16-án szombaton 9 órakor kezdődnek a selejtező futamok a fürdőnek a területén és a város különböző pontjain, valamint 16-án délután 15 órai kezdete, pedig az Árpád utcából fognak rajtolni a versenyzők, és az már a döntő futam lesz, ami a magyar bajnoki címért fognak futni a versenyzők. Másnap, vasárnap egy váltóverseny lesz, úgynevezett sprint váltóverseny, ahol 3, illetve 4 fős váltó fognak versenyezni, úgy szintén magyar bajnoki címért. A szervezők az előző évi tapasztalatok alapján több mint 1000 résztvevőre számítanak. A versenyzők az ország minden részéből és külföldről is érkeznek majd, de számítanak a helyiek jelentkezésére is.